Sziasztok! Kaptam a Fehér Nyúltól néhány újdonságot, úgyhogy a következőkben ezeket fogjuk bemutatni és közösen megkóstolni. Nyilván a három sörről lesz szó, négyet kaptam, de a Clam Stoutot a múltkor már bemutattam. A három sör közül lesz egy karácsonyi sör, ami nagyon-nagyon szép címkével, olyan igazi piros, zöld, tök jól néz ki. Az a címe, hogy Drink the Christmas Tree, tehát nyilván fenyős sörről van szó. Egy olyan ipa ez a kezemben, amelyben víz, árpamaláta, ezüstfenyő, komló, azon belül csinok, citra, szimkó, narancshéj, aroma és sörélesztő van. Úgyhogy nézzük is meg őt, az első tételt. A következők pedig majd egy dupla ipa és egy Imperial Pastry Porter lesz, azt hiszem, nem, stout. No, de nézzük, hogy mit tud ez a karácsonyfás sör. Illatban már most nagyon jó. Szép, világos, kellemes habkoronával. Úgy szépen pont belefér a pohárba. Azt mondja, hogy 6,7%-os, és a címkéje az tényleg tök jó. Ez az fehérnyulas teljes kavalkád. De ez a Drink the Christmas Tree, ez egy nagyon jó név, hogy idd meg a karácsonyfát. No, nézzük! Illatában nagyon friss, finom, komlós illat jön. Nagyon érdekes. Megvan benne a fenyő, és nagyon jól van eltalálva a fenyőnek az aránya. Nem tolakszik, de jelen van. A komlózás is nagyon jó. Ez a szimkó, ez tök jól kiegészíti a fenyőt. Van egy pici savassága is a sörnek, hogy inkább a citrusossága, és ez nagyon szépen egészíti ki a fenyőt. Úgyhogy a Drink the Christmas Tree az egy nagyon-nagyon finom karácsonyfa ízű sör. Menjünk is tovább. A következő az a Palindrom elnevezésű dupla ipa. Ráadásul dupla West Coast IPA, 8%-kal, víz, árpamaláta, komló, cukor, sörélesztő. És hát ugye a címkén tükrözve van ugyanaz a jelenet, hiszen a palindrom ugye azt jelenti, ha jól tudom, azon szavakat, mondatokat jelenti, amik visszafelé olvasva is ugyanazt adják ki. Na, nézzük, hogy ez a dupla IPA mit tud. West Coast tipához mérten nagyon halvány színe van. Szép, jól ülepedő élesztővel dolgoznak. Mit tudunk még róla? Itt a konkrét komlózást nem tudjuk. Nagyon tetszik az, hogy nincsen egyáltalán beoxidálva. A legtöbb dupla ipát azért gyűlölöm, mert szinte mindig be vannak oxidálva, ő viszont nincs. És nagyon-nagyon szépen le van kerekítve. Meg nem mondanám, hogy 8%-os. Nagyon-nagyon szép, harmonikusak az ízek. Nem tolakszik, nem nyomja magát az ember képébe. Igazság szerint egy kicsi, igen, ez a cukor, egy kicsit ilyen cukros utóíz íze van, egy kicsit ilyen mű utóíze a leges-legvégén a kortynak.
de a keserűséget nagyon szépen harmóniában tartja a magas alkohol. Megvan a keserűsége, és tényleg a kortyban van egy száraz, keserű komlós ízvilág, de a magas alkoholtartalomnak az édessége az teljesen jól harmóniába hozza. Úgyhogy gratulálok a fehér nyúlnak, mert a palindrommal sikerült csinálniuk egy olyan dupla ipát, ami ízlik. És ez nagy dolog, mert dupla ipákkal alapvetően hadilábon állok. No és akkor az utolsó tételünk mára, erre a rövid videóra, azaz Other Side nevű Imperial Pastry Stout. Víz, árpamaláta, laktóz, szaharóz, mogyoró, pekándió, aroma, komló, söré lesz. Tehát úgy néz ki, hogy a fehér nyúl is felül erre a mogyorós, sötét, stoutos vonalra, 9,3%-os, ahogy azt például a Monyónak a Naked Pingvinje tette pár héttel ezelőtt. Gyönyörű, szép, sötét, fekete, az a pici hab, ami van benne, az is feketés. Kíváncsi vagyok rá, hogy milyen mogyoró van benne, mert nem azt a tipikus török mogyorós illatot hozza, de lehet, hogy a pekándiónak van ilyen aromája, azt annyira nem ismerem. Illatában egy kicsit alkoholos. Ízében viszont nem. Ízében masszívan jönnek ezek a mogyorós, csonthéjas, sokra, mandulára, dióra emlékeztető ízek. Nagyon érdekes. Határozottan töményen jön benne ez a mogyorós, és inkább valóban török mogyorós íz. Nagyon intenzív. Tehát aki mogyoróba szeretne harapni sörben, annak tudom ajánlani az Other Side-ot. Az én ízlésemnek egy kicsit sok. Tehát nekem ez a túl mély, olajos, mogyorós, diós ízvilág, ez nekem sok, de alapvetően rendben van a sör. Ez a három közül mindegyik egy különlegesség. Nekem azt hiszem a Christmas Tree az, ami a legjobban ízlett belőle. Úgyhogy ha találkoztok velük a boltok polcain, akkor bátran kóstoljátok meg őket. A dupla ipájuk is nagyon-nagyon rendben van. Ez volt ez a mai rövid kis beköszönő videó karácsony előtt. Hamarosan megyünk tovább a sörfőzde elemzős sorozattal is. Sziasztok!